Üdvözlet mindenkinek! Mai videóban egy Magyarországon nem túlzottan ismert jövevényt, a Motorola Spectra készüléket szeretném bemutatni, és már most kiemelném, hogy a Spectra nem összetévesztendő a hazánkban jól ismert Motorola MZ Spectro néven árusított készülékkel, mely a 90-es évek legelején került a hazai rendvédelmi szervekhez, és onnan a 2000-es évek derekán a hazai rádióamatőrökhöz, rádióklubokhoz, illetve egyéb rádiózás iránt érdeklődő emberkékhez. Az MC Spectro ugyanis a Stornofon 6000 Dán rádiónak a Motorola által kibocsájtott verziója. Ez égvilágon semmilyen téren nem különbözik az eredeti Stornótól, pár szoftveres különbségétől eltekintve. Az ötlet az volt, hogy amikor 86-ban megvette a Motorola a Stornót, hogy a hatalmas dán rádió óriás piacaira is rátegye a kezét itt Európában, akkor a legnépszerűbb termékét, az akkori csúcskategóriás Stornofon 6000-est kezdte el árusítani a saját márkajelzése alatt. Ez lett az MC Spectro, aminek az égvilágon semmi köze nincs az itt látható rádióhoz. Ugyanis az itt látható Motorola Spectra csakis és tisztán a tengeren túli piacokra készült, elsősorban az ottani rendvédelmi szervek igényei alapján. Bár nem teljesen megerősített az a forrás, miszerint 86-ban az ottani hadsereg kérésére került kifejlesztésre a típus, és olyannyira bevált, hogy a különféle rendvédelmi, illetve mentő szervezetek, ez alatt értem a valóban a mentőket, illetve a tűzoltókat, speciális mentőket, tehát ők is meghonosították ezeket a készülékeket az ottani rendőrségek mellett. Ugyanis többfajta katonai szabványnak is eleget tesz, bizonyos mértékig porcsepp, víz, ütésálló kivitelekben is léteztek, és mi sem bizonyítja jobban a készülékek strapabíróságát, mint hogy 2017-ben tudok bemutatni nektek egy 1986-ban született készüléket, és akárhogy is számolom, ez nem egy, nem kettő, nem öt, nem tíz, nem húsz éve volt, hanem sokkal régebben. Mit is érdemes tudni ezekről a készülékekről? A Motorola Spectra rádió család egy nagyon hosszú termék életciklussal rendelkezik, ha ennyire szakszerűen szeretnék fogalmazni. Egyszerűen mondva, én ezt úgy fogalmaznám át, hogy a gyárnak egy nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült terméke volt, és éppen ezért nagyon sok bőrt és pénzt lehúztak a rádióról. Itt ezen a kis munkapadon a belépő szintet látjuk a Spectra családban. Ennek a szakzsargon beli, illetve különböző internetes fórumos előfordulásoknál a megnevezése a Motorola Spectra A3 HHCH. Az A3 az maga a kezelő típusára vonatkozik, ez a belépő szintű kezelő, mindjárt be fogom mutatni. A Helén-Helén-Cecil-Helén betű 4-es pedig gyakorlatilag a kezelés, a rádió kezelés fajtájára vonatkozik. Handheld control head a teljes angol kifejezés, amit magyarra úgy lehetne fordítani, hogy kézben tartott kezelő. Sokat gondolkoztam, hogy ezt hogy fogalmazhatnám meg szépen magyarul, de nem sikerült, és leginkább talán azért, mert itt Európában ez a kezelő típus ez annyira nem terjedt el, sem a 80-as években, sem a 90-es években, a 2000-es években sem. Most a 2010-es években a digitális DMR rádiórendszer elterjedésével kezdenek megjelenni azok a DMR mobil rádió típusok, amik hasonlóképpen vannak felszerelve, hogy gyakorlatilag egy kicsit nagyobb mikrofonházba beleintegrálták a rádió kezeléséhez szükséges összes gombot, kezelőszervet és kijelzőt. Ennek a fajta kezelőnek van számtalan előnye,
és hátránya. Tehát, mint mondtam, ez volt a belépő szintű kezelő. Az összes többi kezelő, ami volt ezen felül, az A5-ös, A7-es és A9-ös, már mind a rádió előlapjára, illetve csak távkezelt kivitelben voltak felszerelve, de ezek úgymond már teljes értékű kezelők, tehát 8 illetve 11 karakteres kijelzőjük volt, VFD kijelzővel rendelkeztek, csatornanevet, különböző szelektív hívási információkat, CTCSS kódokat, DTMF kódokat, és sok-sok mindent tudtak még megjeleníteni, míg ez az A3-as kezelő gyakorlatilag, hogyha megnézzük, egy méretes mikrofon, amin található itt egy bekapcsoló gomb, mely középállásban az on, tehát be funkciót látja el, föltolva a legfelső állásba a beszédtitkosító, a középső gombot, ez egy ilyen pillanat kapcsoló, tehát lehet lefelé húzni, fölfelé húzni, mindig vissza fog ugrani középállásba. A középső kapcsoló lefelé SCM, mint scan, fölfelé pedig a HPRL, vagyis a Horn and Lights. Ez egy olyan funkció volt, hogy a rádió hátlapján lévő sokpólusú csatlakozón egy bizonyos érintkezőt földre letett, tehát egy nyitott kollektoros megoldás volt, abban az esetben, hogyha a rádió szelektív hívást vett, ha szelektíven meghívták, Horn and Lights, vagyis kürt és lámpák vagy fények, tehát ki lehetett relézni ezt a kimeneti pontot az autó kürtjére, illetve a fényszórójára, így ha szöveg közeg messze járt a rádiótól, akkor is látta, hogy őt meghívták a készüléken, és hogy vissza kéne ballagni, mert valamit óhajt tőle a központ. A bal szélső gomba szintén egy ilyen pillanatkapcsoló, le lehet húzni, föl lehet tolni, vissza fog ugrani középállásba, up és down, tehát föl és le ez a csatorna váltás, illetve a zajzár értékének módosítására szolgál. Bal oldalon található egy hatalmas méretű vaskos PTT, ami gyakorlatilag eltéveszthetetlen. Itt középen találhatók a különböző kijelző információk, egy két darab hétszegmenses ledre, merjem azt mondani? X-mit, mint transmit, itt látható az adásjelző lámpa, itt ebben a felső sorokban a busy felirat alatt megjelent egy kis lámpa, hogyha a csatorna foglalt volt, a jobb felső sarokban egy másik pont DIR, vagyis a direct, vagyis a simplex frekvenciáról volt szó, PRI, vagyis Priority bal alsó sarokban egy másik pont jelezte, hogyha prioritásos csatorna szkennelésről volt szó, és SCM, mint scan, a jobb alsó sarokban pedig a 7-szegmenses kijelzőből egy sokadik pötty jelezte, hogyha a szkennelés be van kapcsolva. A MON gombbal lehetett a hangszórót be, illetve kikapcsolni szelektív hívás hívórendszer esetében. Többek között ez szolgált a rádió zajzár érzékenységének állítására. A volt, mint volume, hangerő szabályzó, egy ilyen tekerő gombocska, és gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy a kijelzőt, a kezelőt ki is végeztük, tehát ennyi volt. Maga a kezelő egy ilyen spirál kábelen és egy D25-ös csatlakozón keresztül kapcsolódik a rádióhoz. Maga a rádió pedig nagyon-nagyon jól elkülöníthetően részekre bontható. Itt most a fejtor potrokkal ellentétben egy kicsit másról lesz szó. Ez a felső blokk, ez itt gyakorlatilag a vezérlő elektronika. Ez végezte gyakorlatilag a rádió alapvető funkcióinak a működtetését, a különböző modulok és panelek összehangolását. Ez alatt a fémlemezke alatt található az úgynevezett MLM board, Memory and Logic Module, tehát memória, illetve logikai modul, ott található a rádiót működtető alapszoftver, illetve az az EEPROM, mely a csatorna információkat és a szelektív hívásra vonatkozó adatokat tárolta, illetve ide a tetejére rá lehetett pattintani egy ilyen kis L alakú panelt, amely nem más volt, mint gyakorlatilag egy beszédtitkosító áramkör, és ebben itt látható benne az eredeti beszédtitkosító modul, tehát ez egy komplett és használható egység, amennyiben fel van programozva.
Ebben a részben található a bemenő köriszűrő, itt a hátsó részben csak és kizárólag a végfog kap helyet, és a készüléket megfordítva elkülöníthető, hogy gyakorlatilag itt ez alatt a jól árnyékolt, nagyon erősen rögzített kis lemezke alatt van egy kerámia lemezre felgőzölve maga a vécióegység. Ez az úgynevezett RF board, tehát minden rádiófrekvenciás egység, mely a rádió alapvető működéséhez szükséges, az itt található, illetve itt van hátul ugye maga a végfog egység, és itt található a kimenőköri szűrő. A készüléknek volt egy, hát mondhatni típus hibája, amire a Motorola egy kicsit későn jött rá, majdhogy nem a gyártás végén. Méghozzá az, hogy a rádióban használt elektrolit SMD kondenzátorok egy idő után elkezdték magukból kiereszteni a dielektrikumot jelentő folyadékot. Hát aki az elektronikában akár csak kezdő szinten is jártas, az tudja, hogy az elektrolit kondenzátorokban lévő különféle vegyi folyadékok erősen maró hatásúak, és a nyáklappal találkozva bizony csúnya dolgokat tudnak művelni, kezdve onnan, hogy a felszínről felmarják az áramköri rajzolatot, egészen odáig, hogy ezekbe a modern több rétegű úgynevezett szendvics áramkörökbe belefolynak a rétegek közé, és úgymond a nem látható helyeken természetesen nem javítható károkat okoznak, és ezáltal a rádióból egy remek ajtókitámasztó válik. A legtöbb spektra rádió közel 30 éves, vagy épp el is múlt 30 éves, 80-as évek elejéről, közepéről beszélünk. És bizony azok a rádiók, amik mondjuk egy raktárban várták azt, hogy egyszer az előző gazdájuk eladja, és majd egy amatőr megveszi, és majd használni fogja. És netán a rádió új gazdája sem, és a régi sem volt teljesen tisztában ezzel az úgymond típus hibával. Hát először csak azt vette észre, hogy a rádiónak vagy elment a hangja, vagy pedig úgymond a szintézerrel kapcsolatos hibaüzenetek jelentek meg a kijelzőn, hogy nem tud adásra kapcsolni, vételre kapcsolni, és gyakorlatilag egy idő után a rádió teljes működése leállt. Éppen ezért a spektra készülékeknél elsődleges, hogy amint hozzájut az ember egy ilyen készülékhez, azonnal kicseréli gondolkozás nélkül az összes elektrolit kondenzátort a készülékben. Az SMD kivitelekről beszélek elsősorban. Ez arról csak az lehet kivétel, hogyha ezt már valaki esetleg bizonyíthatóan előzőleg megtette, és ennek a javításnak úgymond látható, igazolható nyomai is vannak. Én ezt egy kicsit egyszerűbben oldottam meg, nem akartam még egyszer ugyanabba a hibába esni. Én tantál SMD kondenzátorokat tettem a rádióba. Hát Magyarországon leginkább csak a kisfeszültségű tantál kondikat lehet az elektronikai nagy és kiskereskedelmekben kapni. Ez alól talán a TME webáruház a kivétel, de hát ők nem az átlag magyar amatőr árfekvésével dolgoznak. Úgyhogy őket kihagytam a játékból, és a 10 mikro per 50 voltos SMD alkók helyett külföldről rendeltem 10 mikro 50 voltos tantál kondikat. Körülbelül 50-60 forint per darab áron, amire azt mondom, hogy teljesen jó, baráti és elfogadható. És itt látszik a készülékben, hogy itt lett kicserélve ez a fekete, mellette a sárga, illetve itt ez a sárga, a fekete, a másik sárga, a fekete és ez a sárga. Ezek 47 mikro 16 voltosak, a nagyobb feketék, a kicsik pedig 10 mikro 16 voltosak, és a kísérleti jelleggel beépített 10 mikro 50 voltos tantál, az egyik itt van benne a végfogban, míg a másik,
található benne a vezérlő elektronika modulban, az Audio IC-nél, 10 mikro 16 voltos, dettó, ez is, és ott van a 10 mikro 50 voltos. Azt merem mondani, hogy az átalakítás tökéletesen sikerült, mert a rádió az utóbbi egy-másfél évben napi szinten használva van, és hibamentesen, gyönyörűen, tökéletesen működik, és a nyilván a honvédség, hát odakint nem volt honvédség, katonasági, illetve a rendvédelmi megrendelés miatt, illetve a kiválóan megtervezett bemenőköri szűrőnek köszönhetően az egyik legjobb fülű, valaha létezett legjobb fülű Motorola rádióról van szó. A 10 mikro 50 voltos kondik használatáról még egy olyan kis információt megosztanék, hogy egészen addig, amíg csupán tápszűrő körben használja az ember, semmi probléma nem lesz velük, az SMD elkók nyugodtan kiválthatók vele. Azonban a például ennél a rádiótípusnál is található modernebb A5-ös, A7-es, A9-es kezelőknél már nem ajánlott az SMD elkókat kiváltani. Ugyanis ott a VFD tápkörében nem tisztán tápszűrő feladatokat látnak el, és nem egyszer, nem kétszer előfordult, hogy ezek a tantálok felrobbantak, és a VFD-hez kapcsolható különféle elektronikai jelenségeket, hogy mélyebben ne menjek bele, nem túlzottan kultiválták. De magában a rádióban kicserélhetőek, tisztán elkóra, tisztán tantál kondira az elkók, és így az égvilágon semmi probléma nem lesz vele. És akkor most be is kapcsolom a készüléket. Önteszt. És az egyes csatornán érzékel is valami forgalmazást. Itt van a busy LED, éppen villog. Ezzel lehet léptetni. Pontosabban nem, ha jól látom, akkor a zajzár túl alacsonyra van véve, és valami lokális zavart felszed a rádió. Úgyhogy a MON gombot hosszan nyomva tartva a zajzáron még lehet akár állítani, hogyha éppen olyanunk van. És a rádió az gyönyörűen működik, bekapcsol, ad és vesz. Csak most hangszóró hiányában ezt nem tudom bemutatni. Igazából most a készüléknek csak a főbb fizikai jellemzőire szerettem volna kitérni, és köszönöm mindenkinek a figyelmet!